Benned vagyok, bébe. Igen, benn vagy. Itt vagyok. Na, hát jötték akkor... a gazdatisztán. Na, tehát akkor Hátrixszal ki fogjuk próbálni az elasztománia konzolos változatát, mégpedig oly módon, hogy rájöttünk, hogy van benne rendesen online co-op verzió. Gyárilag nem lenne, tehát ez ugye arra van kitalálva, van neki itt egy ilyen lokál multiplayer módja, ami egy osztott képernyőn végrehajtandó művelet, hogy az adott pályán ketten megyünk két irányba, és próbáljuk gyorsan összeszedni az almákat, és beérni a célba minél gyorsabban. Ennek külön ranglistája van egyébként, tehát itt lehet látni, hogy külön kezelik ezt az egész rendszert. Én egyetlen egy pályán mentem, egyedül kettő darab kontrollerrel, egy másik, nem is kell hozzá, másik azt szerintem, ebben nem vagyok biztos, de lényeg, hogy ugye a játékon belül kell két accountot csinálni, tehát belépünk az option. Hozzá, hogy én béna vagyok ehhez a játékhoz, igen. Nem nagyon játszottam, szóval lehet, hogy igen. Én a világig se jutok el. Ugye egy óránk van, 23 óra 20-kor kezdjük, 0 óra 20 percig, addig megy a SharePlay is, tehát az egy órát bír a SharePlay egy levegővel, utána az adás úgyis megszakadna, mert újra kell indítani. Úgyhogy egy órát szánunk rá, és én arra is kíváncsi vagyok, mert nekem az volt a legfontosabb, én azért is szerettem volna a Hátrix kipróbálja, mert hát ez egy 22 éves játék, hogyha valaki nem ismerné, viszont hát én nagyon komolyan vettem ezt, tehát én nagyon komolyan foglalkoztam vele, viszont nagyon sok ember az hogy szoktátok mondani, számtekórás játék, tehát a számtekórákról volt ismerős, hogy ott lehetett kicsit bohockodni, mert fönn volt a számítógépeken, és hát ott játszottak vele leginkább, tehát nem túl sokat, csak úgy érintőlegesen, mondjuk így. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy te egyáltalán nem foglalkoztál a játékkal, és én arra lennék kíváncsi, hogy majd akarok egy kis komolyabb tesztet csinálni a játékról, és arra lennék kíváncsi, hogy egy olyan embernek, mint mondjuk te, aki bár látta már a játékot életében, de mintha nem is, tehát alapvetően nincs sok köze hozzá, mennyi idő után mondja azt, hogy elege van belőle? Tehát mondjuk mennyit baszott bele a tévébe a kontrollert, vagy ilyesmi, mert azért egy kis türelem nem árt hozzá. Tehát idegbetegeknek nem sűrű javasoljuk a játékot. Na de nézzük akkor, a co-opnak az indítása az úgy néz ki, hogy itt a profilnál kell kreálni egy új játékost. Egyébként ez semmit nem számít, az ég egy adővirányos semmit. A PC-s időszakban, tehát mondom, ez egy 22 éves játék, 2000-ben jelent meg PC-re, egy magyar fejlesztési játék egyébként, és hát lényegében az itt kreált profilokkal külön lehetett gyűjteni az összidőt, a pályákon elért összidőt, és a 10 legjobb időt lehetett ugye csak látni az adott pályánál, és ezért kellett, hogy külön neveket kreáljon az ember. Tehát én most lekreáltam ide Hátrixnak egy ilyen kis accountot, és akkor én a sajátommal megyek. Ha világcsúcsot futok, akkor azt neked írja jóvá. Az biztos, egy teljesen egyértelmű, között nincs hozzá. Tehát igen, tehát az az érdekes, hogy most bemegyek a single player-be egy akármilyen pályára, tehát most rálépek a legelső pályára, és utána itt van egy online ranglista, és ezen az online ranglistán szerepel az adott ember az saját akkontjával. Tehát ott vagyok a harmadik helyen, az az én PSN ID-m. Nem az az akkont, amit én csináltam itt a játékon belül. Szóval mindenképpen a PSN ID-et fogja használni az online ranglistához. Az, amit most csinálunk, az pedig egy ilyen lokális ranglista, tehát a játékon belül jelenik meg, és az online ranglistára pedig, azt nem is néztem még oda, hogy kerül föl, mert ott van egy ilyen lokál multiplayer rész, és oda is csak az kerül föl, hogy az én nevem, és egy ilyen total time, hogy mennyit futok az adott módban, úgyhogy ez érdekes. De mindegy, az enyém, hogy kettőt kell hozzá kreálni, és akkor a két ember így tud játszani, viszont hogyha a PS5-ön, sőt, ez PS4-en is működik, hogyha indítasz egy képernyő megosztást, és utána ott elindítasz egy SharePlay-t, tehát hogy tudjon a másik ember is játszani a játékkal, vagy pedig van benne egy olyan mód, hogy együtt játszatok, ha a játék ezt megengedi. És itt, mivel osztott képernyőről beszélünk, ezért tudunk együtt játszani úgy, hogy effektív a játékban nincsen online co-op, viszont így a PS-nek ezzel a SharePlay módjával tudunk a lokál co-oppal is ketten játszani, és kipróbáltuk, működik. Ez annyi, hogy belépünk, és itt ki kell választani második játékosnak, teszem azt itt jelen esetben, hogy a Hátrixot. És nem, mert nem vagy bent, várjál. De, oké, most már működik. Na, akkor csak valamit félre nyomtam. Tehát kiválasztjuk a másik játékot, tehát ő lesz a második játékos.
És hát akkor mentünk, ez a tutoriát azért nyomjuk végig, jó, és akkor az segíthet, megyünk az első pályára. Tehát én vagyok felül, Binder, alul Hátrix. Így a viszonyok tekintetében én egy ilyen 10 évet tettem bele az életemből ebbe a játékba, Józsi pedig most játszik fel először, nagyjából. Szóval mondom, hát az a 22 évvel ezelőtt a számtekóra az szerintem nem számít játéknak. Akkor na még egyszer egy ilyen lokál bestet azért hozzunk össze. Na, hopp, már majdnem elsők vagyunk. Itt egész egyszerűen csak be kell menni a virághoz, megérinteni azt, 4-18, nem adjuk már, 4-16-ot az összehozunk. A lényeg, hogyha ketten vagyunk, akkor ugye két irányba tudunk menni, ez annyiból jobb, hogy egy olyan pályán értem, szerintem az első pályákon lesz ez érdekes, hanem majd azokon a pályákon, amik kicsit már bonyolultabbak, és akkor az egyikünk a virág, a másik pedig az alma irányába tud menni, a sokat számít, de hát igazándiból az egész az egy ügyességi játék. Na jó, legyen elég. Tehát itt most, ha lemegyünk, akkor persze még mindig egy irányba kell haladnunk, tehát mindegy, hogy melyikünk fogja összeszedni az almát és vagy a virágot, de itt a lényeg az, hogy az almákat összeszedve meg kell érinteni a virágot, és egészen addig, amíg az almákat össze nem szedted, addig nem lesz aktív a virág. Tehát ez hosszabb, bonyolultabb pályákon, itt a vége felé majd lesz ilyen. Az már nagyon látványos, hogy 7-85. Hát ez a pár pálya megtanít arra, hogy nagyjából hogyan kéne. 7-65, szerintem mi nyertünk, király. Megalázunk a tömeget. Na most, tehát az X-el és a körrel tudod megfordítani a motort, az X-el és a körrel fordulunk meg. Én már beállítottam a játékban ezt a center kamerát egyébként, ez sokat segít. Na és itt végeredményben akkor fordulok és megyek az almákérnek, ez az a dolgot, ha elindulunk, akkor menjél balra és szedd össze a virágot, jó? És azt nem tudom, hogy az számít-e, hogy én hamarabb érek be a virághoz, mint ahogy te összeszed az almát. Amíg az almák nincsenek összedve mindegyik, addig nem aktív a virág, tehát ha előbb érsz oda és neki mész a falnak, akkor meg fogsz halni. Tehát igazából nem baj, ha előbb érsz a virághoz, csak ne halj meg. Csak állj meg a virágnál. Állhatsz a virágba, így van. De a lényeg, hogy itt egy picikét most nem menjél előre, most csak mutatnám, hogy ugye egyrészt tudjuk dönteni a motort jobbra, várják ki, hogy gondolom, egymáson állunk. Szóval, te tudod dönteni a motort ugye balra és jobbra a baloldali gombával, vagy a D-paddal, mind a kettő működik. Te pihenti, légyes szívem. Jól ülsz? Nagyon jó. Szóval, ilyen apró trükk, tehát hogyha elindulsz, az első pálya erre próbált megtanítani. Ja, hogy neki elege lett. Ah, szép. Vagy mi, kiléptél, vagy mi volt? Nem, megnyomtam a tapipadat, mondom, nem tudom, hogy visszarakja, de neked... Igen, a tapipad az kilép. Az optionnel és a tapipad két oldalával kilép. Ja. És akkor az a restart, ha úgy ne, tetszik. Csak én tudtam izélni, azt mondom, hát, hogyha... Várjál, viszonylag az első, ez az első pálya azért jó, mert ezt tanít meg arról, hogy ahogy elkezded nyomni a gázt, akkor észreveszed, hogy így nagyon ügyes vagy, az megmentetted. Gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szép. Na, szóval az első pálya arra tanít meg, hogy amikor itt elindulunk, nyomunk egy X-et, azzal belép a pályára, és utána a ravasszal, vagy pedig a fölötte lévő gombbal, tehát az R2 meg az R1 is gázként funkcionál, a baloldali két gomb pedig ugye az L2 meg mi az L1 L2, az meg a fék. A ragulás az számít, amúgy finom. Nem, igen, ezt akartam mondani, hogy egyáltalán nem számít, mert régen ez ugye klaviatúrára volt kitalálva, és jelen pillanatban nincsen még klaviatúra támogatás sem, és a gombkiosztás sem tudjuk megvariálni, de nem számít semmi. Tehát, tehát nyugodtan nyomhatod a felső gombot is, mert a ravasz nem úgy működik, mint egy átlag játékban, hogy amennyire nyomod, annyira nyomod a gázt, hanem egyszerűen vagy van gáz, vagy nincs gáz. Tehát egy teljesen bármelyik gombra lehet a konfigurálni. Ez a gombot nyomás időtartalma számít, nem az, hogy... Hát körülbelül, és az a lényeg, hogy itt például, amikor elindulok, akkor az a lényeg, hogy úgy tud gyors időt venni, ha megnyomom az X-et, és rögtön rányomok a gázra, és itt a bokor végén egy icipicit, egy ezred másodperccel el kell engedni a gázt azért, hogy lent maradjon a kerék. Mert ha most megnézed, és nem engedem el a gázt egyáltalán, elkezdi emelni, és ha nem fogom elvenni, akkor előbb fog hanyatt esni, mint hogy beérjen a célba. Viszont ha most elindítom, és nyomod a gázt, és egy pillanatra elveszed, akkor lent tartja a kereket, és akkor egy 4-16 a maximum, tehát nekem úgy van most rekord, azt azért kéne megfutni, mert azt már nem tudja senki megvenni, mert nem lehet jobbat menni. Picit elengedem, és
nem azt kellett, és például a fékezéssel. Gyerek! Ez nagyon egyszerre volt. Hát most lemaradtál, nézzek, de béna vagy. Hát jó, de az előző, egymáson mentünk teljesen, ezt nagyon elkaptam. 4-18, add már be a 16-ot, és akkor boldog lesz. 4-19. És ugye a legjobb 10 időt fogja csak kijelezni, hogyha így mentek. Ugye itt van a Local Times. Itt azt írja, hogy ugye te meg én vagyunk így most együtt, és ugye valaki most tudna itt futni még egy 4-18-as időt, vagy esetleg egy 4-17-et, vagy 16-ot, 16 az alja, akkor az bekerülne még itt a top 10 belénk. Viszont ha nem tudod megfutni azt az időt, ami itt a legrosszabb, vagy hát attól picit jobbat, akkor nem fogsz bekerülni ebbe a látható top 10-es listába. Az online ranglista az pedig új, tehát az itt így PS-en van, meg elvileg most már van az Elmának is egy olyan verziója a PC-n, amin ez szintén működik. Gyerünk. 4-18, rohadjál meg. 16 benne van. Akkor is 18. Gyerünk. Kurva. Oda néz, és Józsi megver. Hiába nyomtam a gombot, nem. Szerintem ezt kibaxoltuk, mondhatjuk. Nem tudom, lehet, hogy itt más egy kicsit az online miatt, hogy pont az a pici hiányzik. Na próbáld meg ezt akkor? Itt meg ugye így lejössz, itt is játszani kell a fékkel, gázzal, és azzal, hogy mennyire döntöd meg, és esetleg elengeded a gázt, és a legvégén bele kell borítani ide a virágba. Updating leaderboard, oda nézhet, szerintem. Ezt is meguraltuk. Mehetünk tovább. Na, akkor indulj el a... Amúgy külön nézi, nem? Vagy neked kettőt írt be, nekem meg egyet. Jó, na várjál, akkor most elindulok, és indulj el te rögtön balra. Hát gondolom az, hogy nem tudom, mi az a 3-0. Szerintem az, hogy a pályán melyikünk ment jobbat. Vagy valami hasonló. Passz. Lokáltál. Na, tehát 1, 2, 3. Ó, faszom, várj. Még egyszer, mert nekem fordulni kell. Tehát rögtön 2x-el kell nyitni. Beadta. 53. Mondjuk én meghalhatok, te tovább mehetsz. Tehát igazából, ugye nem kéne... Ja, itt is elsők vagyunk. Még ilyen? Igen, az van. 4-53. Láttam, hogy 5-0-8 volt. Várj, én nem nyomtam a gázt. Na, 1, 2, 3. Tehát én meghalhatok. 4-16, az gyönyörű. Na, tehát ez így vicces lesz szerintem végbenni, tehát én, aki 10 évet raktam bele ebbe a játékba, te pedig, aki még soha nem láttad, ez vicces lesz. Na, hát ezt hagyom, hogy megold, tessék. Addig nem fekszünk le, amíg ezt meg nem csinálod. Gyönyörű! Azt a rohadt kurva élet. Úgy csináltad, ahogy kell. Ugye vagy 11. hely, hallod. Na, még egyszer. Na, még egyszer. Erre mutatom, hogy kell, figyelj. Full gázzal nekimész, kis fék bal, és vagy kiemeled, vagy a másik verzió, hogy jaj, véletlen. 4-82. Gurultunk egyet. Na. Akartam világcsúcsot. Na, a másik verzió pedig, hogy ugyanígy full gázzal elindulsz, és itt fék bal, és akkor hagyod így, hogy a fejével szedje össze. Tehát hót egyszerűen bemész. Fék, bal. A fék az megvan. Mi nem volt jó, nem tudom. Fék, bal. Fék, bal. Tehát rögtön megnyomod a féket és a balt egy kis szünettel. És akkor ugye megfékezed a kereket, ettől lemegy az eleje, és ahogy megy le az eleje, azzal megrántod balra, tehát fék, bal. Ne ilyen gyorsan, először fék, aztán bal. Kettő között van egy pici szünet. Fék. Ez még mindig gyors volt. Tehát így mész erre, és akkor fék, és utána a bal. És akkor gyönyörűen átgurul rajta. Gáz. Ne rázs. Simán a gázzal pont odáig fogsz érni. Jó van már, megölt a rutin.
Igen, tehát az vicces mondjuk, hogy a játékot, ha valaki nem ismeri, akkor nem kell rajta meglepődni, a motorosnak nincsen sem teste, sem motorja. Kettő darab kerékből áll, és egy sisakból, egy fejből. Csak meghalsz. Az gyönyörű. 14-27. Végülis 4. Ugyan, összehoztam. Majdnem. 461. Na, menjünk, nézzük ezt itt. Azt mondja, hogy ezek itt az internál pályák, 54 darab van belőle. A legelején túl fogunk. Na, figyelj, tehát egyes pálya, ezt én megcsináltam úgy, hogy két kontrollerrel. Ha ezt nem döntjük meg, akkor baj van. Tehát balra világ, jobbra alma, úgyhogy veszheted már az almát? Én már meghaltam! Nagyon jó. Picsába. Még hamar, lassan élsz oda az almához, lassú vagy. Na, 8-0-9. Na azért. 8-24. Na. Várjál, mert elfelejtem fordulni, de akkor 2x-et kell nyomni. Nyolc nulla hét. Ó, levisszük 8 alá, azért. Ez most lassú volt. Rajtad múlik, én ott vagyok a világnál. Rajtad múlik, és teszi rá a nyomásba ezek. 8-0-8, faszom. Ott 37, Jézusom. Jó, 10. Én 6 másodperc alatt benn vagyok a világnál, szóval. Jó, ez így jó, ezt itt hagyjuk. Na, következő. Picit bonyolultabb, annyi a trükk, hogy nincs trükk, végig kell menni a pályán, és... Tizenkilenc kereken. Na, itt legalább nem elsőre lettünk elsők. Vicces látni egyébként egy a kettőnk közt, hogy így mekkora különbség van a között, hogyha tudod, hogy mondjuk mit kell mozdulni, és ha nem. És kb. Lehet látni azt is, hogy mennyi időkülönbséggel érsz be. Ennyit számít, hogyha mondjuk tudod azokat a mozdulatokat, amik a pályán fontosak. Egyébként ugye te játszottál bár nem túl sokat, de elvileg te játszottál a Trials-a is, ami egyébként hozzáteszem alapvetően egyidős az Elmával, tehát együtt születtek, az is 2000 környékén kezdte pályafutását, csak valahogy a Trials az fejlődött. Az Elma nem, ő pont ilyen maradt, amilyen kell. Na, itt már mehetünk 100 felé. Tudom, itt kell lemenni, itt le kell bukni, ahol te mész, igen. Én itt megvárlak, jó?
Na, tehát bemutatom a pályát, jó? Tehát én le fogok ott ugrani, ahol leugrottam az elején, te nyugodtan végigmész fönt, és ha fönt mész, a virág itt lesz majd a közepén, az lesz a feladatod, hogy én itt a virághoz fogok jönni, és az alma a legvégén, igen, ott lehet látni picit a térkép, hogy itt van még egy alma. Tehát nem tudom, hogy onnan föntről, ha ugrasz, akkor el tudsz-e ideig ugrani, ezt kell meg próbálni, mert akkor lehet, hogy el tudsz ugrani. Várjál, először is végig tudok-e felülmenni? Hát ahogy nézem, lehet, hogy az lesz a jobb, hogyha te a virághoz jössz le. Tehát maradj ide a virágnál, élepottyanok. Figyelj, itt nem az a gond, hanem hogy végig tudok-e felülmenni, de még mindig az a kérdés. A virág meg az alma az lényegtelen szerintem, hogy melyik ez vagy, csak hogy végig okay. tudok-e menni. Megnézem. Ja, várjál, hát... A felsőt erre, néztem, bocs. Erre nem megy. Hát itt így végig tudsz. Lementem ott, hát figyelj, majdnem megoldottam, mint te. Tessék, itt ez a dolgod. Hát így vissza tudsz így vászni. Ez menni fog ez a... Tehát igen, tudsz jönni igen, így is. Igen, pont ezt gyakoroltam tegnap. Tehát valakire azt mondta, erre gondoltam, hogy így a teste átloghat meg a motor a talajon, mert hogy nincs. Tehát, hogy neki van kereke, meg van feje. A fejét nem verheti be. Meg vannak ezek a killerek, amiket nem szeretnénk ugye érinteni se kerékkel, se fejjel, mert... De meg megestek voltam. Nem jobb, hogy hát, hogyha belemész a killerbe, akkor meghalsz. Hát te vagy a len. Oké, de egymáson vagyunk, aztán olyan fura. Hú, de jó lesz ezt visszahallgatni. Te vagy len, egymáson vagyunk, az fura, szerintem is. Léci, ne, hopp, figyeld! Csak szedd össze a virágot! Nem tudom! Az igen. Meghúztam, biztos meghúztam. Az igen. Várjál. Majdnem így is elsők lettünk, hogy te nem is voltál itt. Na, mi lesz, ha összeszeded a virágot előtte? Na, figyelj, mi az elején meg tudod csinálni a leugrást? Igen, tehát ezt itt nyomsz egy kis gázt, és akkor így bepottyansz ide, és akkor ide így leforogsz. Mert akkor az is elég, hogyha ott vagy, én meg nem tudom. Már meghaltam. De hát az lenne a lényeg, hogy... Próbálj meg, tudod csinálni a behozást, ki kell próbálnom, mert ha nem próbálom, akkor nem tudom, hogy meg tudom, hogy csinálni. Mert nagy valószínűséggel nem tudom. Igen. Na nézzük, tehát itt nyomsz egy gázt így, és utána kicsit így lehúzod, hogy ne menjél be. Ó, most meg végig tudsz menni fönt, hogy meghaltam, na. A fékkel tudsz segíteni rajta, tehát hogyha most így elindulunk erre, nyomsz, most simán csak gázt nyomok, semmi más, csak gázt. Most kell nyomni egy balt, ennyi. Most egy jobbat, meg egy balt. És utána lepottyansz ide. Majdnem. Útba voltál. Tehát ha csak a gáz nyomod így, akkor semmi nem történik egész ideig. Itt egy balt rá kell nyomni. Itt meg egy jobbat. Oké, az meg volt csak valamikor nem adja ki. Ennyi lesz a dolgod. Ja, és hát próbálj meg nem meghalni. Tehát, hogy ott... nem, itt ne ugorjál nem, túl. Nem, igen, csak elmész a virág után. Tehát... Jó, hát neked még el kell menni az almáért úgyis. Aha, jó, legyen úgy. Együtt haladunk, csak mondom te. Hol van a virág? Öcsé, jött a virág. És jön oda nézelődni. Nem tudtam, négyzetet nyomtam a fordításra, nem tudom, az lett volna, vagy logikus. Viszont rájöttem, ha teszed össze a virágot, akkor nekem nem kell olyan nagyot ugranom. Hát elég akkor át, hogy éppen hogy csak az almát főszedje. Ne! Jó lesz az, csak ott nagyon vigyázza, hogy amikor odaérsz a végére, akkor nyomj egy féket, hogy ne menjen tovább. Én most felszedem az almát, te meg a virágot. Ne!
17 másodperc meg lett volna, jó lesz az. Ajjaj, most elkúrtam. Na most van időd, mert hogy én még úgyis megyek az almáját. És most érek oda. Forog bele, bassza meg! Nem, ott annyi lenne a dolog egyébként, most már elmegyek arra, megmutatom, tehát elvész idáig. Itt egy balos, addig mehet a full gáz, egy jobbos. És akkor kiérsz ide, akkor picit lelóg, akkor itt vagy elveszed a gázt, és utána egyet így leforogsz. Ez jó jel, már sóhajtod, a harmadik pályánál járunk. Tehát hát érzem, hogy tényleg arra lennék kíváncsi. Nincs, ne vagyja ki a kipörgés, ne vagyja. Tehát arra lennék legfőképpen kíváncsi, hogyha te ezért fizettél volna pénzt, akkor hol lenne az a pont, ahol belebaszott a tévébe a kontrollert, és hol van az a pont, ahol visszakérnéd a pénzedet? Hogy kert ki hiáltál. Azt meg, miért nem értél oda az almához? Ja, az én kurva anyám. Én már ott voltam a virágnál. Jó, nem készültem rá, hogy ilyen gyors leszel. Akkor jövök. Ugye? Direkt tötymörögtem be, hogy na most, igen, most mi lesz? Na most mi lesz? Na, úgy se lett volna meg. Micsoda, megfordultam már a levegőbe. Na, most nem lesz meg, igen, jól mondtad. Ajaj. Már... Mi van? Tök jó van. Oh-oh. Nem vagy, gyakoroljál. Ez jó volt. A legvégén én nem nyomnék gázt, sőt inkább féket. Megnyomod a féket, megfogja a motort. Gyorsabb lett? 21. Na, javítottál fél másodpercet. Anya! De mondom, hogy szerintem simán fékezzél, tehát ott vagy fönn az út... De hosszú este lesz. Mennyi időnk van még? Hát... Már én is sohajtozok. Harmadik pálya. Hát figyelj, van 54, ezt szerintem egy ilyen sorozatban végigjátszhatjuk. Csak a pszichiádereddel beszéd le előtt. Hello. Ott van. Húztam egy. Már kis probléma. A virágos fiú elveszett. Hát nem sikerült megjavítani a rekordomat. Nem sikerült. Képernyő megosztás véget ért, mert egy ideje nincsen még néző. Igen, mert játszok vele, az na most tegyed össze az almán, gyere! Vedd meg a Mundér becsületét!
srácok. 20 meg volt. A fáz most ezt elbasztam. Ájjá. Bezavart egy játékos. Há, picsába! Véletlenül rányomtam rossz gombra. Húzd a féket, ne ugorj be! Nem akarja megbordítani ezt a kurva motort! Fékezd, ne es még le! Ne! Nem tudnám úgy beejteni onnan, tehát csak majd ráfordulok. Figyelj, végigmész itt fönn. És itt egyszerűen elengeded a gázt, és megnyomod így a féket, nézd. És akkor itt így lógsz. És amikor jövök, mondjuk az érdekelne, ha így meghalsz, hogy benne vagy a virágba. Menjél be a balmáért. Na már ezt megnézem, csak kíváncsi, hogyha meghalsz a virágba, akkor azt úgy beadja. Látom, nem. Nem, mert az elsőt nem szedtem fel. Mindjárt megyek érte, csak. Nem. Ne, bazd meg, meg lett volna! Picsával! Most nem kellett volna válni, pont úgy értem oda. Megkegyelmeztem a becsületednek. Szerintem ezt hagyjuk. Lépjünk tovább. Na, ez sokkal egyszerűbb lesz. Ez sokkal egyszerűbb lesz. Következő a helyzet. Először menjünk végig rajta, jó? Kb. Mindjárt most meghallom. Na, itt annyi levágása van lehetőség, viszont itt már ügyeskedni kell, hogy effektív, itt, ahol én most állok, itt van rá lehetőség, hogy egy kicsit így lelógjunk, tehát le lehet vágni itt a pályát, térképpen lehet látni, hogy itt le lehet menni az alsó részre. Tehát fent végig körbe kell menni, és ott a legvégén van egy alma. Menjél tovább nyugodtan. Értem. Ez így, Azt hiszem, hogy itt lemegyek, de nem. Ja, várjál, akkor így mutatom én. Tehát aki fönt jönt, annak, mindjárt megnézzük, hogy melyik tetszik jobban, fönn vagy lenn. Aki fönt jön, annak itt át kell ugrani, fölvenni ezt az almát, ez egyszerű. Utána a killert átugrani, úgyhogy ne ugorjál túl nagyot, mert akkor a következőt baszott telibe. Itt a legvégén felugrasz, és akkor itt van egy alma, utána megfordulsz, és akkor lent megy, adnak meg... Azt fejeled le, aha. Hát így forogni kell lent, és akkor itt ilyen szűk rész van. Ezt látom, mikor csináltad, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Tehát én már itt eladnám, tehát... Eddig tartana. Ha három pálya megvolt, negyedik már nem. De várjál, maradjunk annyiból, hogy most elindult, és akkor menjünk együtt, jó? Tehát most egy ilyen tutoriával, most egyelőre mennyi végig a pálya, hogy fönt vagy lent tetszik jobban. Most megpróbálok először is lezuhanni ott középen, hát összejön. Hát nem nézzük. Az almánynál, ezt is megpróbálok oda elmenni, tehát. Használd a féket, amúgy sokat segít. Igen, hát átborul a motor, bazd meg. Nem borul át, a gázt nyomod, a féket nyom meg, tudod, melyik a fék? Bal oldal. Tudom, melyik a fék, de nem jó. Az nem jó, itt el nekem. Mi van, Pisti vagy? Nyuszi motor, jön a nyuszi motor. Hogy mondta a Pisti? Full gáz? Full gáz van? Igen, full gáz. Na hát.
Jaj, na igen. Jó, jó. Na most innen fordulj meg, és menj be a célba. Hogy ez úgy tetszik-e. Aha. Ennyi lenne. Ennyi lenne. Szerintem menni fog, nem? Hát talán 20 perc alatt meg most mennyi a rekord, 2 óra. Már. Ez egy körbe, ez mire én itt lemegyek. Megérkeztem hátul. Nem boszoljon, akkor megelőzlek. Na, tessék! Nagyon jó. Jó okay. Na, még, és az a vicc, hogy addig nem látjuk az online ranglistát, tehát még legalább egy finishünk nincs. Na. Na? Ez 34, 76, 28-at össze kéne hozni. Hát, zárja, iszok egy tovább? Kis sört, de ne fogni. Tovább? Tovább, nem? Ez így tökéletes. Nem tudod, még egyszer? Megnézzük? Erre figyelj, hogyha elindulunk, a 2x az alap, mert akkor rögtön irányba állunk. És utána annyit csináljál, hogy nyomod a gázt folyamatosan, tök egyenesen leugrasz, és egy balra ráncsál rajta egyet, akkor messzebb ugrik. És nem engeded a gázt meg mindig, és akkor egyet kell rajta csak mozdítani, és akkor pont jó lesz. Jó? Tehát 2x, és utána megy a full gáz, és egyet így balra rántunk rajta meg vissza. Azt nem mondtad, hogy vissza. Hát jó, de balra. Várjál, most, és utána... Gázzal. Indítsd újra. Tehát egyet balra most, és utána most vissza jobbra. És akkor pont jó lesz. Csak hogyha azt túl későn csinálod, akkor hanyat basszol gál. Hát akkor ez a nem jó megoldás. Nem jó, indítsd újra. Az tökéletes. Még egy jobbos. Há, picsába megakadt a kerék. Mindegy, meg így is jó leszel. Sokkal gyorsabb vagy, mint eddig. Ó, fasz. Kezd előre. Nem jó. Festrok menni ezen a szalon. Na, egy, két, hát, és. De ez így egy elrát, hogy így tök jó, sokkal stabilabban indul el. Egy kis rúlja. Egy kis három. Figyelj, mert megelősz, hallod? Eszedné vagy? Ne! Most mi akadt be, bazd meg? Amiát! 34 a rekordunk szerint. Ez egy 40-es volt. Na, egy, kettő. Há... nem iszunk még valamit? Na, három. Most én is elindítom a másik irányba, pedig én számoltam be. Nagyon jó.
király? Mennyi lett? Második. 31? Nem, azt hittem, bazdmeg. 31 hét, na ne! Várjál, nem voltam felkészülve. Egy, két, há, és. Egyébként van hangja a játéknak, én kapcsoltam ki, hogy ne nyikorogjon itt, mert olyan, mint egy kibaszott szekér. Ne, bazd meg, felrugózott oda, meghaltam. Így kéne pedig. Itt így szépen kiszámolni a forgást, és akkor pont elférsz, és akkor rohadt nagy sebessége végigmegy. Na, egy, két, há, és. Nem jó, megfattam. Egy, két, há, és. Ja, szerintem az almákat írja, hogy ki mennyit szedett össze. Jaja. Hogy én szedem az almákat, és azért az én nevemhez odaírja az almát. Ez most egy második hely. Hát 2 másodpercre vagyunk, kicsit több, mint 2 másodpercre. Ne, ez nem lesz meg. Nem, nem lesz meg. Na, király. Simán csak balra tolsz rajta egyet. És most jön egy fal, amin nem lepődünk meg. Hova repültem most már? Nem látom, bazdmeg. Feljöttél ezen azt a rohadt elsőre? Bazdmeg! Végig feljöttem le. Hát ezen nagyon nem tudunk mit csinálni, itt magát azért kell megfutni. Nagyon nem tudunk mit csinálni, Peti beijed rekorda. Hát igen, mert hogy itt ugye az ilyen jellegű pályán a kópnak sok értelme nincs abban a szempontból, hogy most végig kell rajta menni és kész. Na, én azért néztem, hogy az előbb te ezen simán feljöttél, mert ez azért nem egyszerű. Most én sem hoztam. Hát, megvoltam. Most én voltam meg, hajrá. Benned a becsületünk. Itt nem szabad túl nagyot ugrani, mert akkor nagyon közel érsz ugye az emelkedőhöz, és akkor nem lesz olyan egyszerű fölmenni rajta. Nem engedi, hogy fölmenjek, bazd meg. Azon már nem mész fel. Na. Miért indulok egy kerékkel? Mert lejtőn vagyunk, és hogy nyomod a gázt. Hát de már úgy indulunk, hogy fenn van a kerék. Igen. Hát mert mindig síkba teszi le, tudod. Tehát csak vízszintesen tudja letenni a motort a kezdőpontra. Hú, bazd meg, így kurva szar, hogy nem látom a talajt.
Ugye a Trials játékokban a gáz az rendesen adagolható. Tehát ott azzal kell tudni játszani, ott nem lehet megfordulni, ott elég lineáris a pálya. Itt meg ugye keresni kell sok esetben, hogy milyen módon kell végigmennie. Már én is ott voltam. Értelek. Nézzük, kövi. Na, ez már bonyi. Itt már mehetünk 100 felé. Ez az, amit végig kell gondolni, hogy a legjobb ezt végigcsinálni. Itt le kell ugrani, és akkor itt lesz egy következő alma. Én a fűbe haraptam, nem az alma. És elhal. És itt, ha megyünk, akkor itt kettő darab van. Tehát van egy ott fönt, meg van egy itt alatta lentebb. Figyelj, és utána... én erre már képtelen vagyok. Tehát én ezt már most megmondom. Tehát... Ezek mondom, megvannak. Meg... kizártalak. Ez már, ez hanyadik pálya? Ötödik? Hatodik? Ez lenne a vége. Igen, persze. Ezt kéne szétosztani. Egy profiba, de... hadvig pályán itt József föladta, tehát ezt tudja, nem tudom, nem. Ehhez már nincs idegen. Röhögjél, mondom, hogy nincs. Hát majd még MP-vel rátolok egy tesztet, megnézem, hogy ő meddig bírja. De megy, mehetsz, amire akarsz, mert össze-vissza vannak az útvonalak benne. Honnan vissza tudsz ugrani az az almáért, akkor az király. Jaj, ezt nem gondoltam, hogy ott papában van. Mezavartál, hogy te ott vagy. Na figyelj, tehát itt fönt elmész balra, tehát átugrasz ide, az lenne a dolog, de úgy nagyobbat, hogy ugye teljesen oda mi? mennék. Az pont az almánál voltam, és miért csináltad? Várjál! Figyelj, mi van, ha én elmegyek itt teljesen balra, te meg leugrasz egyenesen? Mi van itt alattunk? Alma. Nem, itt még nem. De itt van alatta az alma. Az alma hova? Hát ott. Ott. Na de oda hogy tudsz ugye átugrani, hogy ne hajj meg? Hát, bazd meg, de most miért adtad vissza? Megpróbáltam volna átugrani. Hát az pont nem lehet. Nem, mert az a baj, tehát ez innen működik így, amúgy körbe lehet menni mindenhol, de itt egy sima átugrás. És utána itt a véget, tehát a csücskét el kell kapni. Én nem vagyok benne. Akkor szedd össze a virágot gyorsan. Hát az is lehet tőlem, hogy felszedem az almákat, te meg fogod, lemész és összeszedded a lenti almát, és visszamész a virágért. Ez csak a virágról volt szó, hagyom. Hát van ott egy alma is. Hát onnan az alsót tud összeszedni. Az fékkel érkezzél, mert akkor így fékkel megfogod, nézd ide, ahogy én húzom most. Tehát gurulsz, és megfogod a féket, és a fékkel tud így lökni magadat. Most ráncsd jobbra.
Hát kicsit meghaltál. Na. Szóval. És akkor ezt ideérek, és akkor most az elég, hogy én felszedem ezt, és akkor szedd fel a virágot, az menni fog. Ja, faszom. Áthajtottál a fejemen, úgy mennem át. Hát ez nem lenni. Egy almát csak szól. Igen, elpörögtem mellette, ez lett volna te dolgod. Csak itt most nézed, hogy mi van a bokorban, mert a hangyákat figyelsz, hogy... Fűbe haradtam szó szerint. Szó szerint. Na. Ajjaj. Ma annyira durva vagy. Nagyon jó tudom. Innen is meg lehet csinálni. Jó. Tehát ne legyen ilyen durva, finomabban. Majdnem meg lett az alma. Fékkel, fékkel, fékkel. Ugye te, hogy fékkel érkezzél le, tehát hogy repülsz, a fék egy nyom. Hát csináld már, hát el akartam menni, legalább a virágot hagyjakoroljam már be, hogy sikerül. Ja. Baszt, a tessék, a hung van most, esetleg drogoláig. Na, bazd meg. Azt, hogy sikerült. Hát, fogd meg a seröm szó szerint. És kihagytam az almát. Én is. Meg gyakorod a virágot. Figyelj, arra a részre most én is nem vagyok, oda megyek, tehát nem muszáj oda hajtani 300-zal, ahogy én mentem, tehát itt egy kicsit kiemeled, és így fékezel. Tehát ide csorogsz lassan. Csak így szépen finoman lejössz, és akkor így... Azt hittem, hogy felülbe kell. Hát én akasztok, de hát most... Neked nem muszáj beakasztani minden áron. Is kéne ugranom, aha. Hát de most nézd meg, hogy én csinálok, ez is simán menni. Most én is látom magamban a tehetséget erre, hogy ez így megvan. Az majdnem összejött. Ne bábolsz meg! Ráfékeztem, az fejre borult. És faszom. Alma fönn van? Ó! Alma meg lett volna, akkor pont jól jövünk ki. Térképen úgy látszott, mint hogyha meg lenne neked. Ajjajjajjaj, turgózott a motor. Figyelj, tudom, és gyere velem. Ne, gyere velem, nézd, gyere velem, erre. És itt így menjél föl, így végig, és itt így ugorjál le. Így el fogod érni az almát. Vagy ez a virágot a végén. Tehát itt a vége fele ugorjál, sokkal egyszerűbb lemenni, és simán túléled. Itt nem tudsz belehalni. Már nem tudok, de már nem tudok, már nem tudom, már ez van benne. Ez van benne. De feleslegesen van benned, mert hogy oda kéne menned, az lenne a célod. És amíg én összeszedem az almákat, addig össze tudnám szedni a virágot.
egy virág alatti almát. De most miért haltam meg? 5 perc múlva lejár. De fejezzük már, ez 5 perc alatt. 4 pályát nem tudom meg se egy óra alatt. Régen volt egy ilyen verseny az elmában, az 1 órás TT. Ennek az volt a lényeg, hogy 1 óra alatt kellett az 54 pályát finiselni, amennyi gyorsan tudod. Tehát jelezném, hogy kezdőként 1 óra alatt az első 4 pályát abszolválni sem egyszerű. Még így sem, hogy ketten vagyunk. Az meg... Tudom, hát, hogyha ennyivel lecsorog, hát nem. Na, közben akkor még van egy ilyen 4 percünk a megosztásban, még leáll. Addig egy ilyen kis rövid beszámolót kérnék részedről, tehát, hogy egy ilyen véleményt, hogy mit mondanál. Jó, grátyék, tetszik a grafikája. Jöjjön jelent. Csodások. 3D hangzás, kiveri a füledet, igen. Igen, meg a... Ó, bazd meg. Meg az ó, bazd meg. Kihasználja a PS5 kontrollert. Érzem, hogy füvön megy a motor, meg hogy kövön. Amikor lefejlem az almát, azt is érzem minden. Ez szívja. Évjáték a díj. Miért nem mész erre? Sokkal egyszerűbb. Nézd meg. Mondja az, aki benne van az aszfaltba, érted tökény. Elvettem a kulcsomat. Az a baj, hogy így kiszámolni, hogy hova fogok esni, bazd meg. Mert tök ügyesen leesek. Három perc oda elmondani, hogy hogy tetszik a játék. Nagyon, ugye? Hú, aki tényleg. Aki el akar jutni a hatodik pályáig, az vegye meg nyugodtan, aki tovább akar jutni, az... És felszedtem az almát. Csak be kéne, mire odaérünk, addigra fél éve eltelik. Figyelj, én felszedem a virágot, csak óvatosan szedd fel az alsó almát. Nem állj! Kurva életben! Ahhoz képest, hogy teszed fel a virágot, eléggé az almára mentél, de... Hát mert láttam, hogy nem lett már előztelek. Ja, Istenem! Na, hát nehezen... Egy almát összeszedtem, hallod? És még így is elsők vagyunk, geci! Jó, hát ezt így fejezzük be. Bocsánat, hatodik pálya. Hatodik pálya, Longhouse. Köszönöm, tessék, mindenki. Egy profi társal sikerül. Ennyi. Na hát, köszönöm szépen. Majd folytatjuk, ha még szeretnéd. Jó? Ó, szerintem itt hagyjuk abba a csúcson, de... Jól van. Király. Hát akkor köszönjük, ennyi lesz volna az Elasztománia. Azért rémítsél már meg az a hetedik pályával. Na, szerintem a stream is pont le fog állni, úgyhogy... Jön a talaj, vigyázz! Gyönyörű! Ez itt a vége. Majdnem megvolt. Ott van. A dead first.